Pimp Dynamite. Magyarország legőszintébb mozi csatornája. Sziasztok! Sziasztok! A Hobbit második részében játszunk, ugye ez nagyon jó, ez az angol szó, hogy Desolation, ez a pusztaság a Smaugnak. Ugye itt már az első rész végén láttuk, hogy kinyitotta a nagy sárkány a szemét, hát itt többet is kapunk belőle. Viszont még mielőtt kapnánk, azelőtt a kis törp kompániánk megy, és új lényekkel is találkozik, ilyen a már megidézett Beorn. A új lények, akkor már említsük már meg a dongókat a Beorn házába. Ja, nagy dongók. Ekkora dongók, tudod, kinyitja a hobbit, és ott van egy ekkora dongó. Tök jó amúgy. Az olyan jó az a helyszín. Ja, nem beszélve arról, hogy nem sokkal nagyobb az, mint egy tarantula dongó, amiről nem is tudtam, hogy létezik. Mi? Van olyan, hogy tarantula. Olyatok, hogy tarantula vadász darázs. Az darázs, nem dolgozom darázs, darázs, bocs. Ilyen. Tarantula darázs, és az mit csinál? Borzasztó. Az hát egy, azért az már elég rossz. Az izé, éli a film. Az az. De azért, tehát az elkapja, és belepetézik a még élő pókba, és akkor kikelnek, és fölfalják. Maradjunk a hobbitnál, biztosságos a világ. Habár, ha már ugye ilyen félelmetes dolgok, ez a rész azért szerintem már hoz horrort magával. Gondolunk itt a jó kis Bakacsin erdőre, ami egy legenda volt eddig, most azonban már valósággá válik, mert ebben a részben látjuk, és hát nagyon jók a pókok, szerintem iszonyat félelmetesek és a pókok. Nagyon jó, hogy halljuk azt őket beszélni. Marha jó, hogy kedjetlen halljuk. Jó. Van is itt. Igen, igen, nagyon annyira jó. Annyira jó. Ez nagyon jó. Az halálos. Ott persze megint hülyék a törpök semmire nem mennének a Bilbo nélkül, teszem az a tényleg. És ott hagyja őket a Gandalf, pont a Bakacsin erdőbe egyedül. Igen. Ahol egy... Jó, most ő valami durva flash-t kapott, hát tehát igen. Jó. Jó, nem akárhova megy. De egyébként az a csúcsa ennek, az a jelenet, amikor ő ott fölmászik a szikra. Az milyen félelmetes az egész hely? Az kegyetlen jó. Dolguldur. A Dolguldur is marha jó. Nem, az a vár. Ja, az a vár. Igen, nem, Jesszus, a Ruda úr fennsíkján zárják be őket a kriptába. Ja, hát az nagyon durva, az a kripta. Nem tudom, hogy lehetett azt megépíteni, teszem hozzá. Ja, hát a fenns tudja, de minden esetre tök jó. Nagyon. És hogy megjelenik ugye a Sauron, a megjelenése, ténylegesen minden szinten vibráló, és egy ős horror van benne, úgyhogy nagyon tetszik. Tehát itt már nem fanyaloghatnak szerintem azok se, akik azt mondják, hogy jó, hát az egész Hobbit trilógia ez csecsemőknek van, szerintem nem, és egyébként ez itt jön ki, hogy nem. Azzal együtt, hogy a kompánia még mindig vicces és kedves, és helyenként infantil, ez tény. Igen. Ez nyilvánvaló. Na de hát akkor jönnek a tündék, tehát hogy megismerkedünk egy új tünde fajtával, akikből már láttunk az általad oly nagyon kedvelt flashbackekből, az előző részből is, ugye a szarvason közlekedik. Az marha jó, az olyan jól áll neki. Nagyon is ez a színész is tök jó. Nagyon jól hozza ezt a igazi, több ezer éves, a világra azért fitymálóan néző nemes valakit, akiben mégis van valami tortság, és hogy meg is mutatja az igazi arcát. De hány fantasy-nél róljuk ezt fel, hogy nincs külön... Witcher. Persze. Ott a tünde az egy ember. Ne. Semmi különbség nincs. Ilyen az, amikor valaki eónok óta létezik, igen, érted? Igen. És neki az ember élet az egy hülye, az egy fény. Persze. Majd elmúlik, rohadj csak a börtönben, majd meggondold magad, vagy meghalsz, nekem mindegy. Igen, tök jó. Igen. Nagyon jó a börtön. És ha már mondjuk a börtön, tehát ugye ott találkozik, akkor most itt kiakadhatsz, mert azt hiszem az előző részben említetted, hogy ezt te nem értesz együtt, hogy egyébként tök olyan amorózó törp, van egy amorózó törpünk, aki egyébként szerintem tiszta jó, mert ő ilyen flörtölő gép, és az rámegy, az rámozdul, az egyébként még mindig gyönyörű, és tündének született, hogy hívják a Lost Belly csajszinkat, elfejtettem a nevét. Evangeline Lilly-re. Tauriel-re, és a Tauriel-re rámozdul, ráhiénázik a Tauriel-re, és szerintem nagyon jó az, hogy a Tauriel, a makrancos tündelány, az meg így nem óckodik is ettől, de nem is, és hogy szerintem elkezdődik nem valami. Semmi, nyilván nem. Semmilyen szinten nem. Az én problémám ezzel a Róma és Júlia szintű szerelemmel, amit itt az Ábel beleképzel, az, hogy itt vannak fajok, a fajoknak van története, a fajok bizony keményen rasszisták is egymással szembe, a tündék utálják a törpöket, mint a szart és vice versa, és különösen ezek a tündék. A tündék régebb óta élnek, mint az emberek meg a törpök, egy törp élete az semmi egy tündéhez képest, és akkor oda jön egy random törp a tündelányhoz, aki ráadásul gyönyörű, és akkor valami nagyon szar mai felszedő szöveggel nyomul, és a csaj meg erre vevő. Hagyjad már, ez mi? Tehát, hogy ez teljes nonsens,
számomra, meg az is, hogy később majd mondja azt, hogy ő amúgy nem ismerte a szerelmet, ő most találkozott először a szerelemmel. Na hát ilyen a szerelem, ezt mondja a Tauriel később. A harmadik, nagyon hagyjad szépen. Már, hogy pont egy random törp mutatja meg neki, hogy létezik szerelem. Ne legyél rasszista, és ne gondold azt, hogy ez nem... Most egyébként én nem tudom, miért kell, ez egyébként szintén 21. századi dolog, nem támadólag mondom neked, de azért elmondom, mert máson is látom, hogy újabban egyébként nagyon vesszük a bátorságot, hogy elvitassunk jogokat egy írótól például. Ezt rajta egyébként nem látom, de ez most pont ez az eset, hogy így, hát hogy miért ne lehetne ez? Tehát, hogy vagy miért ne gondolhatná ezt egy alkotó, akár egy rendező, akár maga az író, most nem tudom, hogy a Hobbitban a Tolkien írt erről valamit, nyilván nem, vagy ez szerintem nem volt benne, hogy egyébként ilyet miért ne lehetne írni? De szólna bárki ez ellen egy szót, hogyha ez benne lenne a Hobbitban? Hát nem, valószínűleg nem, de miért azért annyi szabadsága legyen már a... Minek a filmalkotónak, hogy persze, átírja? A rendezőnek. Nem átírja, hanem beletegyen egy dolgot. Hát jó, de legyen. Tegyen bele úgy, hogy az ne üsse a lort. Bocsánat, számomra üti, hogy egy... Hogy speciális dolog. Találkozik egy törp meg egy tünde, és egyből egymásba szeretnek kb. Meg egyből flörtölnek egymással ábe, ne idegen. Megértelek, Gyuri, de miért ne? Tehát, ne mert... arra, én azért kifejezetten érzékeny vagyok irodalmi klasszikusokra, de hogy azért az ne történjen meg, hogy van egy tündelány, akit tényleg bekészítettek valakinek, hogy majd az övé lesz. Ő bent van az erdőben, mert a gonosz elől egyébként ezek azért elég elszeparáltan ott élnek a fák között, és hogy elunta a szőke náci tünde fiúkat, és hogy most ő jött egy fekete hajú törpe gyerek, aki belenyúlt a bugyjába. A szavaival. Becsalogatta a törpe szavak erdejébe, és akkor ő nyitott szájjal bement oda. Tehát most miért ne lehetne? Hát most mondom, hogy jó. Jó, mert nem értünk egyet, nem, tehát, hogy van egy irodalmi alap, ez kiugrik a történetből, ez az egészet teljesen hitelteleníti. Igen. Nem. Tehát, hogy nem flörtölök egyből egy törppel, amikor a fajaink utálják egymást, mint a szart. Tehát akkor te nem flörtölnél egy... Én egy törppel amúgy sem, mert a törpasszonyok köztudottan szakállasak. Értem. És most jelenleg ebből van a botrány, hogy a törp asszonya sorozat poszterén az nem szakállas. És most abból van, hogy miért nem szakállas. És most abból van, hogy pedig egyébként látom. Pont ezt mondta az Ábelnek, hogy amúgy az LMBTQ társaság, aki mindenen isztizik, azoknak ennek örülni kellett volna, hogy legyen csak szakállas a törp. Ez már egy a Wurst kinézetű. Ez már tényleg egy őrület. Minden. Nézd, mondom, ez egy speciális dolog, nyilván adta magát a helyzet, hogy tényleg legyen egy olyan, hogy a Montagu nem jár a Capulettel, most tényleg nem kéne ezt hasonlítanom, mert ez egy erős analógia, de azt akarom vele kifejezni, hogy nyilván van itt egy raszbeli, családbeli, mindenbeli ütközés, és hogy mégis utat tör magának itt egy érzés, hát most bum. Én szerintem ezt nem rossz nézni. Vagy hát nekem nem rossz nézni, majd mondjátok el nektek, mi a véleményetek. Nem tudom, nekem szörnyű, számomra ez olyan, mint hogyha a Gyűrűk urában mondjuk a két hobbit, a Frodo meg a Samu, mondjuk tegyük fel, hogy a Samu az nem Samu, hanem mit tudom, egy Sabrina. Tehát egy lány hobbit. És igen. Őket elkapja a Faramir, és Hátulról? Nem, hanem elkapják őket, tudod, gólavastul, és akkor az első intet bezárják egy cellába, és ott így tudod, oda megy a Sabrina a cellához, és valamit beszól az őrnek, és azok egyből elkezdnek flörtani, bazd már meg! Tehát nem, ez nonsense, nem. Ők gyanús valakik, itt is a törpök, mit keresnek ott, berakták őket a sitkóra, egy utált faj, és akkor ezek egyből flörtölnek. Most így, ahogy leírod. Hagyjad már be! Így tényleg nem volt jó, de mondom, szerintem, hogy a Peter Jackson ezt megjeleníti. Azért bocsátott meg, mert tetszik az Evangeline Lily, és egy tetszik, beleképzeljük magunkat, mi fűzögetjük. Hát most egyébként nem, de most figyelj. De azért tetszik. Persze nem arra. Most nem arról van szó, hogy ez szerintem egy... Szerintem nem ördögtől való ez. És még egyszer mondom, ahova kifut, az meg nekem kifejezetten tetszik. Különösen az, amit lefitymáltál egy kicsit, az a monológ, most egy kicsit így teljesen is mindenki látta, de hogy a legvégső részben, a végén ugye a Tauriel mondja a tünde királynak, hogy ez a szerelem, mert ha ilyen, akkor nem akarom. És akkor mondja, hogy ez a szerelem, és hogy onnan lehet tudni, hogy ugye, hogy fáj. És ezért lehet tudni, hogy igaz. Jó, ez tök jó, egy versben megy át már az egész. Elfben én egyetértek vele, csak mondom, hiteltelenítik a karakterek meg az ő háttere. Jó lenne tudni, hogy a Tauriel mégis hány éves, amúgy ez azért rohadtul nem mindegy. Ez nem mindegy. De nem azért mondom, mert tudom, hogy most ott... Tehát, hogy mert hogy ezer év után már legyen szerelmes egyszer. Nem csak az, hanem a Tauriel amúgy is végig úgy viselkedik, mint egy idióta, aki semmiről nem tud semmit. Tehát amikor ők elmennek a...
a Legolasszal, és nem tudom, ebbe a részben van-e, vagy az utolsóban, Dol Guldurhoz. Akkor ott a Legolasz... Az utolsóban, igen. Igen, nem Dol Guldurhoz, hanem az északon a... Ahonnan jönnek a törp Angmárnak a... Jaj, nem tudom, minél, ott vannak egy erődnél. Igen, igen, igen. És ott meséli a Tauriel-nek, hogy mi ez a hely, és hogy itt mi volt Hajdanában. Hagyjad már, mi az, hogy nem tudja, mindent tudni kell. Gyuri, nem lét... Nem. De! Miért nem létezik 20 éves te, bocsánat, tündelen? Nincs 20 mondom, éves erre lennék kíváncsi, hogy... Szerintem akkor mondjuk azt, hogy ő az. Mivel nem tudunk elleninformációt erre feldolgozni. Itt is írjátok meg, hogy írjátok hány éves. Hogy hány éves Tauriel, egy tökéletlen erről a videó címe. Hány éves Tauriel? Mert ez egy jogos kérdés, mert érted, ha ő 20 éves, akkor már tényleg adódik a helyzet, hogy ő lehet, hogy tényleg nem tudja, hogy milyen a szerelem. És a fekete... És nem tudja azt, hogy tőlük egyébként két napi járóföldre milyen sötét várkasté van. Arról esik szó, hogy ezek nagyon be vannak zárva oda az erdőbe. Irgalmatlanul szegregált életet élnek a fa tündék. Jó, tök mindegy. Térjünk vissza kicsit a filmhez. Ábi, mondd el, hogy most mire jutottunk az előbb. Kis vágás közben nem bírtuk megállni, a Gyuri nagyon forszírozta, én megálltam volna, és megnéztük, hogy hány megértem. Éve. How old is Tauriel in the Hobbit? Ezt írtam be. És a mit tudom, peterjacksonfandom.com, meg még egy oda azt írt, aki egy 600, around 600, tehát körülbelül 600 éves, és narancshajú. Tehát akkor még egyszer Twilight Edward effektus, sőt ja. Annak a négyszerese, vagy háromszorosa. Sokszoros. Tehát igen. Az Edward az a spanyol nátha idején volt 20 éves fiatalember, akkor az 1918, ugye, vagy hülyeséget? Hát ott az idő, első világ. Jó, tehát az Edward ugye 100 éves kb., amikor találkozik a Bellával, és ott is az volt a bajunk, hogy tehát, hogy ez egy végtelenül művelt csávónak kell lenni, aki már egy millió mindent látott. Egy 600 éves tünde, az nem mond nekem, hogy nem tudja, hogy mi van északon. Csezd meg a legnagyobb fenyegetés. 600 év alatt ő csak déli irányba ment. Ja, lehet, biztos hogy... otthon batikolt. Batikolt. Egész életében. Nem ismerte meg az igazi szerelmet. Jó, ez kétségkívül az előbbi vitánkban ez kihúzza, kirántja a talajt az érvelés alól, hogy tehát így gázap, hogy ő nem ismeri a szerelmet, ez tény. De a Gyűrűk ura Hobbit című regényének a feldolgozása filmben nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, és nem avval, hogy hány éves a Tauriel, és szerintem mondom, én úgy gondolom, hogy ennyi joga van. Jó, térjünk el Benedict Cumberbatch-re. Benedict Cumberbatch szokás szerint nagyon jót alakít, ha bár most csak a hangját halljuk, bár láttuk az extrákban, hogy tekereg ott ő a földön. Meg szerintem fantasztikus az ember. Félelmetes hangja van, mint Smaug. Ja, és nagyon jó, hogy gőgös. Imádom, hogy gőgös. Annyira jól csinálja. Hát, eleve filmben ennyire mély személyiséget egy sárkány most kap először, mert ugye volt a Sárkány Szív című tök jó filmben, azt hiszem a Sean Connery volt a sárkány. Na de hát itt és aki most egyéb magyarban meg a Sinkovics. Sinkovics, igen, gyönyörű volt. Na de most itt azért egy nagyon összetett lényt kapunk megint, aki egy igazi demagóg, és közben egy diktatúrára hajló, szadista rasszista is ő is. Tehát, aki, hogy elgondolkozik azon, hogy hagyja, hogy a Thorin megszervezze. Persze. Külön. Nagyon jó, az nagyon jó, az nagyon jó. Imádni való. Szinte kedvem lenne látni, hogy tényleg óriási. És jól meg van írva, már megint egy pár beszédet kapunk, mint az első részben ugye a Gollum és a Hobbit között, a Bilbo között van egy nagyon jó párbeszéd és egy nagyon izgalmas feszültséggel teli kis játék hangulat. Itt most a sárkány meg a Bilbo között van egy nagyon jó rejtőzködés, szembesülés. És egyébként ezzel együtt a sárkányt érzem a legfenyegetőbb dolognak a hat filmben. Tehát ez a legópébb meg a valaki. Pale Ork nyilván amellett. Tehát jó, de most ezt úgy értem, hogy ez az a lény. Ja, hát ugye a balrogra érezted a legnagyobb fenyegetést, de ez mindent visz. Abszolút. Tehát ez amúgy, ha kiszabadulna, és az ellenség használhatná, persze, az ellenség oldalán, persze. Hát mit csinálnának vele semmit? Tök jó, hogy az egyik törp megkérdezi, hogy Gandalf itt van velünk, hát ő a fiatal korában biztos 100 sárkány megöl. Ja. Igaz ez, Gandalf úr? Hány sárkány tört meg? Hányat? És tudom, Gandalf így... Jaj, szerencsétlen, tehát hogy azért, ja. Egyébként a Silmarillokban is van egy sárkány, aki több is. OP-be. Sőt, azt hiszem ez egyiknek valamely, van itt az valami egyik nem tud repülni, kapcsolat. A turinos az nem tud azt hiszem repülni. Ja, lehet, de itt van családi kapcsolat is, azt hiszem. Brutálisak a sárkányok. Igen, 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 igen. Meg balrogok is. Ugye, amúgy a Silmarillokban a gyűrűk urás pókunknak az őse a nagyon durva. Igen.
Silob. A sil... Nem. Nem a Silobnak a... Ungolián. Ungolián. Na, az, hát az kegyetlen. Az Ungolián. Az kegyetlen. Szóval az szerintem az a legópébb karakter az egész fandomban, vagy ebben az univerzumban. De valóban igazad, hogy a sárkány az, azért az itt lehet, hogy őt már a Eowyn is se tudta volna legyőzni valószínűleg, ha már emberfia nem tudta legyőzni ugye a Witch Kinget, ami mindegy érdekes dolog. Oké, okay. Tehát megérkezünk Tóvárosban is, Tóvárosba is. Tóváros egy nagyon élő, nagyon vibráló hely, ami szintén magába hordoz politikai dolgokat is. Tök jó látni politikailag a korrupt vezetőségét ennek, aki így leuralja ezt a területet és a környezetét is, aki szinte egy tök jó angol színész. Igen, de neki, tehát ennek a résznek nekem a legjobban a díszletei tetszenek. Ja, hát nagyon jó. Különösen az, ahol ő van. Ja. Az ilyen, az egy ilyen, az elvarázsol egy ilyen fantasy régi korba, olyan jók az épületek. Igen. Az Iászunk nekem egy picit úgy sok, hogy az egy túl jó színész erre a szerepre, ebbe a szerepbe szerintem nem volt ennyi érzelem, amennyit ő belevitt. Én szerintem egy kicsit úgy érzem, hogy ő túl nagyot színészkedik itt ebben a bárt szerepében. Én ezt azért nem gondoltam, mert egyrészt nagyon szeretem ezt a színész, szerintem ő tök jó, eleve egy nagyon jó megjelenésű valaki, tehát hogy uralkodik a megjelenésével. Másrészt nagyon tetszik, hogy ő egy ilyen számkivetett, és az igazáért küzd, és tökre tetszik, hogy az igazáért kell küzdenie, meg a családja igazáért, egy kicsit ő is, meg így az ősének a bűnét viseli a vállán, ugye, aki elvileg nem tudta legyőzni a sárkányt, valójában előkészítette a végső halálnak a Smaugot. Tehát, hogy igazából tök jó szerintem, és a másik, ami tetszik benne, az a törpökhöz való viszonya, mert nyilván ő... Hát a profécia alapján igen. Kiderül az, igen. Hogy a City, az ő városuk égni fog. Igen, igen, igen. És ez így nagyon szar. Igen. Mert ugye mindenki tudja, hogy amúgy joga van a Torinéknak ehhez, és ugye az lenne a normális. Most más kérdés, hogy a legtöbben pénz miatt törülnek előre. Hát persze, de persze. Egyébként joga van, tehát az ő questjük az senki másnak nincs joga, és igaza van a Torinnak, de hogyha ez az ára, akkor hát igen. Hát ez egy nagy, na ezért jó, ezek a Hobbit epizódok, vagy részek, vagy trilógia, mert felhoz egy ilyen témát, akár Tóváros helyzetét, úgy politikailag, mint társadalmilag, mint profécia szempontjából. Szerintem ez tök érdekes. Nekem ez tetszik ez a dolog. Mindenesetre tovább mennek onnan a törpök, de tudja ezt a bárd megakadályozni, és megérkeznek a hegyhez, ahol szintén nagyon fontos jelenségek zajlanak, mert nagyon jó az a párbeszéd, most tudom, hogy az előbb már beszéltünk a Smaugról, de most visszabugrok egy kicsit az időben, hogy ahogy nem tudnak bejutni. És hát megint, a Bilbo menti meg a helyzetet. Mert ez is kezd egy kicsit fárasztó lenni, hogy ennyire minden túl makacsok, és nem is tudom, mi a jó szó erre magyarul. Big-headed angolban? Vagy... Hú, nem tudom. Fafejűek maga. Fafejűek, igen. Nagyon fafejűek, jó, nem nyílik, akkor bazd meg. Ja, nagyon fafejűek, az igen. Biztos. Ideges. És ezt egyébként a Bálintól nem várnám. Tehát, hogy legalább a Bálintól látnám azt, hogy igen. Valami kis idegvér, meg észszerűség. Igen. Néha az egyébként, de nem tudja ő se fékezni a saját maguknak a vérét. Nem, hát. Ezek egyszerűen ilyen kos, faltörőkos, mindegyik. Vagy áttörik, vagy elájulnak, vagy elmennek máshol. Sőt, pont ebben a részben a Fundin fia Bálin egyébként, azért ő is messzire megy a Bilbo tekintetébe is, mert így mondja Bilbónak, hogy na menj le szépen, akkor hozz fel azt a kincset, és ha egész véletlenül lesz ott egy sárkány, azt olyan jól mondja, hogy if there's in fact down there a dragon, don't fake it. Hát amúgy az a kedvencem, a kedvenc törpöm, ja, Bálint. Persze, neki annyira jó az arcjáték, a hangja, nagyon, meg ugye az egész. Ügyes, tök jó. De azért itt ő is úgy van, hogy itt a... Hát jó van, majd a Bilbo megoldja. Igen, de tudod mit nem értem? Mi? Azt az egyet nem értem, hogy nincs tervük a sárkány. Ja, nincs. Abszolút. Tehát, hogy ők azt értjük, hogy oda mennek és el akarják hozni az árkánykövet, de mégis mit hisznek, ha megvan? Oké, akkor egyesül az öt törpsereg. Ja. Mondjuk a kő nevében a királynak, de és azokat úgy elfújja a sárkány, mint a szart. Ez tény. Tehát, hogy nem volt soha tervük, mint olyan. Hát igen, de azért jól improvizálnak, és hát az egészen így látod magad előtt, hogy amúgy a Lego Hobbit játékra termett jelenetek sora van ebbe, tehát hogy annyira látod, hogy ez egy videójátéknak született ez az egész, nem? Vagy annak áldja az meg, ahogy ott a végén aranyba beöntik a izét, meg ugrabugrálnak, az meg neked, na jó, az arany, én azt úgy élvezem, ja. Addig a pontig, amíg kiöntik aranyból a királyt, mert azt nem értem. Nem értem, hogy mi ott a mit akartak ott. Ők azt hitték, tehát ezt akarták, hogy majd fölrobbanjon az a szobor, és az leöntse forró aranyat? Ja.
Én nem tudom, én ezt ne, ez egész, az az egész nekem sok nagyon. Grandiózus. Annyi arany a világon nincs egyébként. Most megint ezekkel? Nem, csak mondom. Selmeci arany van-e annyi, hát ezt nem most... Hát az megalom, az Peter megalom. Jackson, az, amikor megáradtak a koponyák. Ja, ez nem tetszett neked. És vége láthatatlan, hogy 10 millió koponya gurult ki. Ez érdekes. A hegyekből. Ezt korábban nem mondtad. Hát most ez olyan, hogy ez valaki vagy szereti a barokkos túlzást, vagy nem. Tehát, hogy meg hol. Tehát most egy fantasybe, ez, hogy ott egy giga nagy törp aranyszobor, és ráfolyik a smogra, ez nekem így tett, ezzel nincs bajom. Nekem nem érzem benne a csapda jelleget, csak hogyha olyan csapdásabb lett volna, nem hát annyi, jaj. Hogy valami, amire ez a narcisztikus fasz irácsodál, és akkor így gyönyörködik benne ennyi. Hát tény, hogy itt megveszik szó szerint kilóra a smogot, de hát, hogy nem tudom, hát most... Igen, 5 másodperc. 5 másodperc. Na, aztán minden... kirepül viszont. Kirepül, és lerázza arany köntösét az égen, és a tóváros felé megy szépen. Úgyhogy szerintem zárjuk is ezzel. Úgyhogy ebben a kis versikével zárjuk ezt a részt, mert hogy a film is így zárul. Lesz, miről beszélünk a 3. epizódunkban is. Nagyon várjuk a hozzászólásokat, és hát itt találkozunk. Sziasztok! Sziasztok.